most találkoztunk először. Majdnem keresztezte az utunkat egyébként valami after, amiben csak hallottam, hogy ott voltál, mert pont előtt elment, hogy egy pici múlott, de... Annyira szeretném, tehát, hogyha rólam így nem lennének ezek az információk, de... Ja, hát benne van. Benne van a pakliba, hogy még találkozunk. Az elmúlt műzében nekünk volt egy albérlet az egyik barátunknak, így kb. Tetőtérbe, a Garaiba, aha. És ott így elég sokat folytunk meg. Tehát, hogy így, meg ismerem a Garai térnek a szociális milliójét is, ami szintén egy plusz vetület, de hogy ja, izgi hely egyébként. Igen. Hát ott megvoltak azok a helyi alkoholisták, meg azok a helyi arcok, akik igazából kint élték az életüket a téren. Mi meg ott fent a kis penthouse-unkban így hallottuk egész nap a drámát, hogy gyere ma, nem megyek, itt már meg, nem iszom. És ezek ilyen az életem részét képezték valahol, egy ilyen kicsit ilyen romantikusan néztem azt, hogy egyben volt egy romantikus bája annak, hogy ettől függetlenül nem otthon ülnek a tévé előtt, hanem legalább együtt alkoholisták a téren. És tudom, hogy így tudod, ezzel egy kicsit próbáljuk őket így mentegetni, de hogy izgalmas az, hogy szerintem tök sok ember lakik ott, aki nem ottani és nem autentikus, de hogy így kihat rájuk az alapmillió élettere. Meg én oda jártam egy konditerembe, nem tudom, hogy nem mondjunk ki milyen helyeket. Az ablakos. Már gondolom, hogy vágod így ennyiből. De így van egy ilyen photoshopolt kép, van egy ilyen férfi torzó, de így akkor el van szombja így photoshopolva. Igen, vagy, tudod, így nincs, össze vagy nyomva. És hány lábnak, tudod így. Jaj, igen, és képzeld, hogy pont nemrég jártam arra, és felszedték a padokat, mindent, hogy ne lehessen ott tovább hőzöngeni. Hát ez egy ilyen urbanista hadviselés. Hát a Garai, hogyha a Garai térre szűkítkezünk, és jó, hogy arra szűkítkezünk, mert akkor nem tudnám értelmezni a kérdést. A Garai téren volt olyan, hogy egyszer valamelyik barátom kitalált ilyen 20 pár évesen, hogy az egyik házi ülő libát fog egybesütni. És ezt így meg is oldott, és a buli végén hazaértünk, de már a liba egy kicsit így így a maradék liba megdermett. De én rámentem nagyon kemény. Megmentél a libára? Én nagyon rámentem a libára, tudod, és így már egy dermett. Tehát, hogy nem melegítettem meg, hanem egy fél liba ott volt. És így, hát így eszegettem meg, mint tudom, én azt hittem, hogy ez így jó lesz. Kicsit inkább viszont egy ilyen fél órára elaludtam, de így magam azt értem, hogy borzasztó rosszul vagyok, tudod, és már egy csütanap is hánynunk kell. És így... állítólag a helyszíni beszámolók szerint nagyon-nagyon hangosan hánytam, és hogy mindenki behányt, még aki ott volt. Körülbelül ez volt a Garai téri megmenés. Az én Garai téri megmenésem az így sokszorosan. Ez a Garai téri megmenés podcast. Iratkozzatok fel. Igen, Garai tér titkai. Hát mi ott együtt éltünk hatalmas rácokkal, egy ilyen 500 négyzetméteres lakásban, ahol az mondjuk alattunk 13 szomszédunk volt, csak így az alattunk lévő szinten, úgyhogy a befogadó képesség a helynek szerintem a legtöbb, amikor a búcsúbuli volt, a Garai temető buli, ez egy ilyen 200 fős házi buli volt, ahol mi koncerteztünk a nappaliba, a DJ haverjainkat hívtuk, hangfalak, minden, és így... Hát az volt, az más lépték. Történt a dolog, többször is kijöttek nyilván a rendőrök, valamilyen formán mélyen belenéztem a szemükbe, és elhitték, hogy lejjebb fog kerülni a zene, és hát lejjebb is került, de nem volt elég hangsúlyos, úgyhogy visszajöttek még párszor, de Garai téren ezek voltak általában a bulik, bele is fáradtam, most már ezeket nem keresem annyira. Igen, egy kérdés, te mennyire volt, milyen volt ez egy másnap reggel felgény takarítás szempontjával? Hát inkább másnap délután keltem fel, hogyha lehetett, és gyakran akik még ott alukáltak, azokat bekértük, hogy na, segítsenek a takarításba, de amúgy lusta népség vagyunk, szóval hogy ez két napig még így úgy hagytuk is, és szép lassan így apránként. Nekem volt egy jó, hogy ott felébredtem, ajadék. Gyorsan felöltöztem, így elindultam ki, és a liftet így vártam, és ahogy kinyitottam a liftet, a házigazda apja így benn volt, és így tiszteltem Barnabá, és így kiment, tudod, így beültem, és így mentem a lift, és úgy, ez mit fogott látni? Én tudtam, hogy mi a kép, amit ő látni fog. Kezdtünk
Kezdjem én, vagy inkább kíváncsi vagyok azért, amúgy rád is egyébként. Én, abszolút, én nagyon kíváncsi vagyok rád, rátok, meg rád, de hogy így az jobban érdekel, mert szerintem sokkal összetettebb, hogy milyen, amikor több ember vesz részt ebben a... Hát ott az a nehéz, hogy ott a pszichológiai képességedre, meg az érzelmi intelligenciádra is ugye szükség van, mert ha csak nem vagy egy ilyen... Egy fasz, vagy egy ilyen megalomán ember, aki nem hagy másnak teret, akkor egy idő után szerintem ez feszültséges szül, vagy az van, hogy a zenésztársid egy idő után belekényelmesednek abba, hogy te intézel mindent, te érsz mindent, és mikor már várnád a kreatív inputokat, vagy bármiféle energia bevitelt, ezt nem kapod meg. Ezért erre figyelni kell, hogy hiába mondjuk én vagyok mondjuk a fő vonala a dalszerzésnek, de muszáj helyet adni, meg teret adni, meghallgatni. Van olyan, hogy én tudom, hogy ez a dob téma lesz jó, de hogyha azt mondja a dobosunk, hogy szerinte az nem jó, és hogy így kéne, akkor muszáj végig próbálni ezt, és aztán a végén azt mondjuk, hogy ó, tényleg a másik volt a jövő, meg csendben magamba. De tudsz engedni dalt mondjuk, tehát még azt mondod, hogy igen, itt ebben a dalban mondjuk érvényesült az én fő témám. Szerintem ezt egy más dobbal kéne, de amúgy el tud engedni, hogy még ezzel a dobbal menjen ki. Persze, ez is tök jó, mert közben így ráébreszt arra mindig, hogy nem csak neked lehet igazad, és jó párszor volt olyan is, hogy egyébként ők, az ő ötleteik abszolút egy olyan fordulópontot okoztak a dalba, ami segített ahhoz, hogy teljes egészé alakuljon nálunk. Az a nehéz, hogy nagyon sok stílust keverünk, mi sem mindig tudjuk, hogy pontosan mit akarunk csinálni, egy kicsit ilyen ismeretlen saját stílusunk vizé nevezünk, tehát nagyon sok mindent ki kell próbálni, meg kell hallgatni, de ha ők hát nincsenek, jó, akkor én sem vagyok, ez a nagyon nagy szabadság azzal, hogy nem tudjátok, hogy pontosan hova akartok kijutni, és mindenki hozhatja, amit a gondol input. Meg azért annyi képen van a ti munkásságotokról, hogy tényleg nagyon sok influencer, vagy nagyon sok behatás az, ami érvényesül, hogy valahol ez azért az egy ilyen nagyon erő. Tehát nagyon nagy erő az, hogy így minket így nem szorít be határbéli keret. Abszolút. Ja. Ez a áldás, meg az átok is abban, amit mi csinálunk, mert így van az az izgalom, hogy nem tudjuk, hogy mihez hasonlítsuk, vagy hogy nem tudjuk, hogy mitől működik ez a dal, mert sajnos nem találok olyan referenciát, olyan példát, amihez tudnám hasonlítani, viszont cserébe ezerféle referenciából tudok inspirálódni és beleadaptálni a saját zenénkbe. Figyelj, van olyan, amire azt mondtam, hogy egy ilyen nagyon izgalmasan távol eső műfaj, amiben már dolgoztatok, vagy van egy mondjuk egy B rész, vagy egy A rész, egy számotokban azt mondtam, hogy a UK Garage, ami... Nem, szerintem a Radiohead, ami mondjuk így fura, hogy már nagyon más világ mást akar elérni, de addig hallgattam, meg akkor a fanya vagyok, hogy mondjuk a nagyon finom építkezés például bele tudtam egy-egy dalba már adaptálni, hogy nem, az a vokásár még nem jöhet be, mert még várni kell, mert hogy a harmóniák minél lassabban épülnek fel, annál jobb a kitárulása. Szóval ilyenekből amúgy abszolút lehet tanulni, hogy hogyan legyen a tezenéd is, szerintem így izgalmasabb, meg van ez a közhangulat nálunk, hogy így kicsit így túl akarunk bizonyítani esetleg, vagy teljesíteni, talán abból is fokadóan, hogy ilyen zenélni nem tudó, ilyen kis lelkes rácok voltunk, és azért így mindig így túl izgultuk azt, hogy nem akarunk popot, nem akarunk sablon zenét, de közben meg nem tudjuk, hogy amúgy meg akkor hogyan lesz ebből dal. Tehát, hogyha nem akarunk refrént, vagy ha nem akarunk a szokásos szerkezeti formákba belesüllyedni, vagy beleragadni, akkor viszont működik egy dal, és hát ebből sokféle siklásunk is. Szerintem nektek ezt emberileg el lehet hinni, mondjuk a saját szempontotokból, egy adott pont után, hogy mondjuk azt, hogy ti el tudjátok hinni magatoknak azt, hogy basszus, ennyire szabadon alkotunk, és akkor, hogy így elmered hinni, hogy jó az, amit végül csináltál? Jó kérdés. Nem mindig. Sőt, nagyon sokáig, nagyon-nagyon sokáig. Mert konkrétan így kb. Érted? Mihez méred? Az van, hogy azt kéne így felfognod, hogy bármihez nyúlhatok, most csináltunk valamit, és így van egy sikere kifele, és hogy na hát akkor ezek szerint ennyi műfajt uralok.
ami egy nyilván egy tévképzett valamilyen szinten, de közben meg valahol igaz is, és ez egy ilyen, ha van impostor szindrómád, akkor ez nyomja. Lehet, lehet. Szerintem nem uralunk egy stílusra, és nem, persze, hát te tudod, csak annyira jó lenne, hogy így hirtelen a tudat alattid, az így hát akkor most csináltunk rockos valamit, érted? És akkor rockstar vagyok vágott. Hát, ja, 12 éve most már, hogy zenélünk, vagy így zenét írunk, és így annyiszor már megéltem azt, hogy borzasztóan hiszek egy dalban, és aztán valahogy eltűnik 2-3 óra, és hogy gondoltam, igen, hogy ez egy jó dal lesz. Kijön egy demótól, és széthallgatod, és tudod, így amikor kicsit így meg vagy vagányodva. Igen, igen. Tesó, olyat hozunk most, ezt hallgass meg, ezt a demót tud. Igen, szerintem amúgy a legnagyobb önbizalom, meg legnagyobb pofám az első lemeznél volt. Azóta közben így bent fel akar jönni, de a pofám meg pofád így megy le. Így az önbizalom hiányom, vagy a inkább az, hogy a önmagam megkérdőjelezése, az közben így egyenes arányosan ment lefelé. Azt hiszem, hogyan így nyílt ki a világ, meg így a lehetőségek. De ezért is jó, hogy csapatban dolgozunk, mert azért nekem is voltak olyan mély pontjaim, hogy így, tudod, hogyha nincsenek ott, akkor nem rántanak ki. De van az, hogy én rántok ki mást. Szóval ez egy ilyen szép érzés, hogy nem vagy teljesen magadra utalva, és akkor itt meg én kérdezném, hogy neked az milyen érzés, hogy rajtad van valahol minden teher. Nem tudom, hogy egyébként a zenét azt így te... Nem, én nekem az az izgalma, vagy hogy ugye mindig más producerekkel dolgozok, meg hogy így magához a zenéhez, mint zene, tanulmányilag nem értek. Mm. Én teljesen berendezkedtem egy másik életre, és amikor ezzel elkezdtem foglalkozni, de mondjuk az műfaji sajátosság, hogy én bármire tudok rappelni, érted? Tehát kb. Egy zúgásra, egy gépzúgásra, egy mosógépzúgásra, hogyha az ritmikus, akkor tudok rappelni. De akkor a szabadság, mert annyi lehetőségem van, amivel csak producerrel dolgozom, hogy ez egy nyomást képez, hogy most akkor választasz, miért választod azt meg minden, meg akkor így azzal mész. És közben én nem feltétlenül tudom elképzelni, hogy még mondjuk egy, vagy két, vagy három szereplő ebbe így beleszóljon. Mm-hmm. A zenébe, vagy a szövegeidbe? Vagy a szövege az tök nem. A szövegbe bele. Azt gondolom, hogy olyan erős kontrollom van benne, hogy meghallgatom, hogy mi a visszajelzés, de nekem nagyon tudatosan vannak ezek a dolgok, ez a része. Nem az van, hogy így próbálkozom, vagy mit tudom én, hanem hogy így nagyon élesen megvan minden sornak a funkciója, de mindig elgondolkodom azon, hogy igen, amit mondasz, hogy ja, ahogy telik az idő, egyre jobban szembesülök vele, hogy azért így nehéz, kurva nehéz, de hogy a pro és kontra a ti részleteknél is megvan, hogy más embereknek elfogadni a meglátásait. Igen, igen. Meg ki az, akinek te elfogadod? Tehát, hogy igen, meg akkor nyilván, hogyha kilősz, érted, de az elején tudod, annyira bizonytalan vagy, amikor elkezdesz zenélni, és minden visszajelzés nagyon fontos, telik az idő, mondjuk sikeres lesz egy projekt, a barátaid nyilván most már olyan szinten azonosulnak azzal, amit te hozol, meg amit mész, hogy már mindenre azt mondják, hogy nagyon jó, a környezeted nek annyira fölértékelődsz, hogy te egy ilyen szimbólummá válsz, hogy hát ő a zenében megcsinálta azt, amit akart. Tehát, hogy amit ő mond, az valószínűleg ilyen nagyon előremutató, ami nyilván egy illúzió, és a környezetem megváltozik, és nem ad valid valóságos visszajelzést. Ez szerintem sokunknak egy probléma. Igen, ezt én is átérzem, hogy sajnos a környezetemben nagyon kevés ember van, aki azt mondja, hogy ez kúra jó, annak úgy tényleg elhiszem, anélkül, hogy ne raknék én mögött, és persze, hogy azt hiszem, hogy kurva jó, mert szeretsz. Nagyon mert fontos szerintem, igen. Lentültél, de hogy nem vagy elég kritikus. Meg hát ahogy gondolom, hogy ahogy elkezdtétek az elején, ez nincs így, és akkor történik valami, és gondolom, hogy értek pozitív visszajelzések, és mindig ezen gondolkodom, hogy figyelj, volt egy receptem az elején, az működött, és nekem mindig visszacseng ilyen focista szlengekből, hogy győztes csapaton ne változtass. Tehát ha én azt érzem, hogy az jó, akkor az a vezérelv, ami idáig is elhozott, akkor most, hogyha én eljutottam kökig,
Google Maps alapján, és kökiről ki akarok menni a reptérre, most ez egy hülye példa, és nem is értem, hogy hogy keveredtem. De ha kökiről el akarok jutni a reptérre, akkor nem kapcsolom ki a Google Maps, ha köki eddig jutott, így jutottam el, érted? Azt értem, viszont mit kezdesz azzal, hogyha úgy érzed, hogy már ismétled önmagadat? Meg hol van az a pont? Tehát nekem például abból így a repnél az van, hogy úristen, annyi mondani való, annyi szöveg, annyi rizsa, hogy hol van mondjuk egy, tehát egy egész életútnyi karriernek, hogyan lehet ennyit beszélni? Ha azt érzed, magadat ismétled, egy olyan gazdag nyelv az eszköztár, hogy akkor meg kell ülni, hát, és csak azt kell mondani, hogy hát faszi, hát magadat ismétled. Mekkora ez a nyelvi eszköztár, kb. Egy univerzumnyi, érted, akkor nem tudom, próbálkozom. Én nem jutottam erre a pontra, de ha eljutnék erre a pontra, akkor megpróbálkoznék akár abszolút hülyeségekért, mit tudom, akkor most egy hónapig semmit nem hisz, csak olvasgatsz. Igen. Vagy repzenét hallgatsz, de nem magyart. Vagy mit tudom én, hallgass meg egy Mobb Deep albumot, mondjuk a mai délután. Tehát én akkor valószínűleg így bepróbálom magam challenge-elni, mert azt viszont nem fogadom, hogy a magyar nyelv sablonos lenne, valószínűleg az, amiket én hozok ki magyar nyelven, az sablonos. Tehát akkor a hozzávalókat próbáljam megváltoztatni, hogy hát ha meg az sem működik, akkor abba kell hagyni a faszba. Bocsánat. Lehet, hát inkább itt ilyen témákra gondoltam, mint szövegben, mert szerintem így szövegben, főleg nálad, hogy így hallgattam, ezért ez így bőven végtelen a tárházad, meg a kíváncsiságod arra, hogy egy-egy érzés másféleképpen. Csak ugyanaz, amikor így, jó, az önutánatot leírtam, éljünk lazán, és nem félek semmitől, leírtam. A szerelmi bántódásomat már leírtam a legjobb formában, és nekem néha ez van, hogy tudod, hogy... Ez egy valid, de ez nektek is egy kihívás. Igen, ez szerintem minden művésznek kihívás, de közben meg ez a... Azt hiszem, ez egy válaszpont egy-egy művészeti ágban, vagy egy művésznél, hogy önismétlő marad-e, amiben aztán belefárad és kifullad, vagy tudja-e magát úgy challenge-elni, hogy önmagának is izgalmas marad ez a dolog, tehát élvezni fogod mondjuk ezt 20 év múlva is, amit csinálsz, és hitelesnek érzed. Nem hiszem, hogy 20 év múlva én, mint rapper valid lennék, vagy annak lenne létjogosultsága, és azt is gondolom, hogy annyiból viszont van kiút, hogy máshogy interpretálok egy önutálatot 28 évesen, mint 32 évesen. Szerintem mondjuk ott 4 év sokat számít ebben a dologban. Akkor meg a változás, meg nyilván a környezetem is változik azzal, hogy mi az, amivel foglalkozom, az szerintem még abban van táptalaj, de nem, tehát én nem látom azt, hogy Betonfi 50 éves és nem fel. De hát, hogy így én magamat elküldeném a picsába. Tényleg? Vágás, Sofi! Vágás, és vegyétek meg a mörcsöt. Mémesíted magadat. Hát lehet, hogy ez lesz, érted, hogy most ki vagyok én, hogy mindenkiről ítélkezzek. Hát figyelj, valószínűleg szereted, amit csinálsz. Nagyon szeretem, meg valószínűleg 50 évesen, lehet, hogy szeretni fogok reppelni, csak a Betonfi, mint karaktert nem látom 50 évesen. És azt látod, hogy mondjuk egy karaktert változtatsz, és egy másfajta... Azt látom, hogy más dolgokat csinálok világban, de ja, azt látom, ha valamennyire, de itt fontos szerintem az önreflexió. Énekelni tudsz? Dehogy nem. De amúgy erre van tehetségem hozzá, de a szabályrendszereit nem ismerem. Aha, hát azt nem is kell, ösztön. De azért nem tudok. Mert ez van, hogy mindig egy idő után a rapperek elkezdenek megpróbálni énekelni. Hát én énekelgetek túl, de én sajnálom, de Kajli. Figyelj, a kajliságnak is megvan a bája. Ja, amúgy az ösztönös kajlaság egyébként az abszolút egy vonzerő, meg egy csáberő tud lenni a fülnek. Hát jót, már annyit hallott az ember, de furát, vagy jó, az szardis sokat hallott. Persze, csak azt nem hallgatja sokáig. Akkor szeretnétek még egy utolsót táncolni? Még ha nem hallottam, szeretnétek egy utolsót táncolni? Akkor az estének legyen mi vége!
Én nem, nekem egy olyan koncertem volt, hogy így egy szálgitár, ez az életem legnagyobb félelme volt, ilyen rémelmeim voltak, néha, hogy így egyedül vagyok egy gitárra, és most kiderül, hogy nem tudok gitározni, hogy így éneklek, és így nincs mögöttem a csapat. De neked ez egy hiányérzet lenne? Abszolút, és egy ilyen koncertem volt, egy ilyen szerzői estes sorozatba így elhívtak, és úgy éreztem, hogy na, itt a pillanat, hogy akkor bebizonyítsam magamnak, kétszer elmentem próbálni magamnak, így egyedül mikrofon, hangfalak, hogy mindent visszaérezzek, és ez egy 2-3 éve volt, és nagyon vicces, hogy így nagyon sok helyen játszottam óriási színpadokon, meg embere tömegeknek, viszont sose féltem annyira, mint ott. És így lement a koncert, vicces is volt, jól sikerült, abszolút, de én még egy óra után is remegett a kezem, hogy akkora adrenalint én még sose éreztem, meg akkora félelmet, és azt is tudtam, hogy hát most egy jó pár évig ezt megint nem csinálom, viszont ilyen önmagamnak való kihívásnak jó volt, hogy be tudtam bizonyítani, de arra ment rá az egész estém, hogy arról beszélek az embereknek, hogy mennyire para ez a helyzet, és mennyire kellemetlenül érzem magam, ezért vicces volt, és volt egy jó kommunikáció az emberekkel, de komolyan nem tudnám venni azt, hogy mondjuk tényleg ilyen szóló estet csinálok. Te viszont az egy zenekarban úgy tudnád ezt nyomni szerintem? Volt olyan, hogy volt mögöttem egy orkesztra zenekar, és ilyen 6 napja ittam már előtte, dolgoztam egy olyan rendezvényen, ahol így kellett is valamennyire inni, vagy nem tudom. És nem volt így, nem volt érkezésem arra, hogy ezt így fölfogjam, hogy mi fog történni, hanem így odaértem nagyon messziről, és még vissza kellett vinniük kocsival, mert még dolgoztam. És ott voltam, egy orkesztrazenekar volt mögöttem, és 2 számot kellett előadni, de így nem volt időm felfogni. És ugyanígy nem volt időm igazából felfogni, hogy jött voltam ugye a Budapest Parkba, itt nálatok, és a Jude Law koncert előtt úgy alakult, hogy akkor én leszek az előfelépő, és fülmonitor nélkül felmentem 4500 ember elé, körülbelül 1 hónappal, vagy 2 hónappal első album debütje után, és akkor go. És ott volt mögöttem egy DJ, a 18 éves taxibandi, aki nemrég érettségizett, és ő is így itt állt, így megvatta a gombokat, és így ketten álltunk 4500 ember előtt, és így mi a faszom, szevasztottan, így belendültünk. És kimentél a monitorládák mögül, vagy így nagyjából? Hát ott mocorogtunk, nem annyira mentem ki a monitorládák. De amúgy belaktam szerintem a teret, meg a végig koncentráltam, de most itt vannak így a barátok, akkor nekem így figyelni kell rájuk, meg fellekértük, de a végén az utolsó számnál a Kovács Garrison így gitározott, már leszállt az este, így világítottak tovább, és így akkor egy kicsit így a tömeg felé néztem, hogy hú, basszus. Tudod így, jaj. Ja, amúgy én itt vagyok. Ja, fú, jaj. Ah, igen, ezt így kizártad ilyenkor azt, hogy valójában te egy színpadon vagy több ezer ember előtt, hogy csak arra figyelhess, hogy minden rendben megyen, vagy meg tudod érni. Olyan azt, volt, hogy... mint egy irodalom dupla témazáró, hogy így, és akkor tudod, hogy így nagyjából hogy a végén vagy, és így megnézed, hogy mennyi idő van még. Kb. Valami ilyesmi. De én el tudnám képzelni, tehát hogy így... Ja, az, nekem az ebből a pozícióból csak egy plusz, meg egy segítség, hogy vannak mások az itt. Abszolút. Hogyha azok normálisan csinálják a dolgokat, mármint, hogy nem egy ember, aki feat, és nem tudja a szövegét, mert olyan is sok van. Hát én ennél nagyobb félelmem csak az lenne, hogy mondjuk egy DJ van mögöttem, és én egyedül egy 100 darab mikrofonnal állok így, hogy hova rakjam a kezemet, most így mit csinálja. Ja, igen. és ez nagyon nehéz szerintem a rappereknél, néha azt nézem ilyen koncerteken, hogy a mozgásukat, hogy nagyon tudatosnak kell lenned, vagy nagyon rutinosnak, hogy ne legyenek ilyen suta mozdulata. Hát én teljesen ezt szarom igazából, tehát hogy így nekem volt, én fociztam, hogy szét vagyok műtve, alig bírok mozogni, tehát én mindig így redukálom, hogy a mozgást, tudod, csak így. De hogyha esetlen is, akkor meg ez a produkció. Aha. Ez az ember. Ez az ember nem fog tudni dupla lábbal ugrálni, hát ez van. De mondjuk például nekem az egyik kedvencem szím az MF Grimm, aki tolószékes. Tehát, hogy szerintem erősebb a message, meg a flow, meg hogy miről szólnak a számok, mint hogy most mennyire... Mert például láttam az UFO zenekarnak a napokban a televízióban egy muzsika tévés fellépését,
nem annyira félenek, mint régen, de a tánc az még mindig on point, csak ettől függetlenül nem kezdtem el UFO-t hallgatni újra. Nálunk az volt, hogy ilyen, nagyon ilyen ugrálós, meg ilyen szaladgáló zenekar vagyunk, és ilyen 23 éves koromig én úgy is énekeltem mindig, hogy ugrálva, és így azt éreztem, hogy ez az... Bocsánat, hogy megkészítem? 30 leszek, két nap múlva, vagy három. Asszony. És ilyen... Bocsánat, 31 leszek. Fiatalabb vagyok nálad. De hát én érted, két éve kezdtem. Már 23 évesen kifutottam. Igen. De neked meg milyen hamar teltház lett az akvárium? Szóval valamit? Viszont egy 7 évig még szoktam, amikor te már kifutottad magad. Ó, tényleg. Tehát én már kiégtem, mikor te most még csak begyulladsz. Már kiégtem. Ó. Szóval, hogy így ment ez a ugrálgatás, meg minden, és így rá, és így, tudod, ez a bizonyítási vágyból nálunk, meg amilyen zenét csinálunk, így éneklek, ugrálgatok, és így visszahallgatva ilyen nagyon torok, feszül, nagyon szörnyen énekeltem, nagyon hamisan, nagyon sokszor is, aztán lett egy gerincsérve, egy koncerten becsípődött, aztán sérv lett belőle, és utána én is ezt átéltem, ezt a rokkantságot, hogy utána ilyen fájdalomcsillapítók, meg mindennel így felraknak a színpadra, majd behúgyozok, annyira fáj mindenem, és így lenyomom a koncertet, és az volt a legnagyobb félelmem, ugye, gyógytorna. És az volt a legnagyobb félelmem, meg a legnagyobb kételjem magamban akkor, hogy én csak így állok, és így éneklek, és hogy nem adom át az energiát, hogy így nem jó a buli, azt hiszik, hogy én valami balfasz vagyok, aki csak így áll a színpadon. Viszont menet közben rájöttem, hogy mennyire jó amúgy, hogy így meg tudom támasztani a hangomat, meg hogy nem lihegek bele, meg hogy így egy fél éven át is érvesen játszottam, és hogy így mégis mentek a bulik, meg így odafigyeltek rám, és nem csak a kakas ugrálására, és aztán például ez nekem egy ilyen magabiztosságot adott később, meg egy ilyen tanulási folyamatot, hogy ebbe a sok ugrálásban azért mikor ének van, akkor egyébként simán lehet nyugodtan így stabilan állni, és hogy attól függetlenül a jelenléted az ott van, nem kell túlmozogni. Hát kifeleálltál a kisebb a bakik penet. A bakiknak a részrevehetősége, mint amit befele látom. Igen, igen. De azért más, nagyon más egy akvárium, mint mondjuk egy ilyen nagy stadion. Oroszországban játszottunk egy Szent Pétervel, egy nagyon híres orosz zenekarral, és ők már ilyen 15 ezeres nagy aréna koncertet adtak, és akkor mi voltunk az előzenekaruk. És ott volt 15 ezer ember egy ilyen kurva nagy arénába, és először, és lehet, hogy nem utoljára, de először voltunk ilyen színpadon, és ott éreztem, hogy bármennyit ugrálunk, azért ez itt kevés, hogy az már tényleg egy másik műfaj, hogy hogyan tudsz hatni egy akkora térre, meg annyi emberre, úgyhogy hogy ne érezd azt, hogy el vagy vesz a színpadon, ezt csak, valószínűleg csak úgy lehet gyakorolni, ha ilyen koncertjeid vannak. De azért ez necces. Az én szempontomból a hátránya az az, hogy ha ilyen dinamikusan változik az életed, abban például, hogy a környezeted hogy reagál rád, a meglévő ismerőseidnek a reakciói hogy változnak veled kapcsolatban, mi az, ami nagyon fontos még elmondani, ezt inkább ilyen kicsi hülyen, de valamilyen szempontból preventív módon mondom, mert nem hiszem, hogy olyan nagyon sokan az elmúlt 10 évben ezt így ebben a formában tapasztalták volna meg. Ez emberileg, civilként, lelkileg egy ilyen nagyon nagy kihívás. Onnantól kezdve, hogy a szomszéd srác, x ideig csak a szomszéd srác, és egy idő után meg megváltozik a viselkedése, és viszont a városban mondjuk ér téged 40 impulzus, ami olyan, mint ami eddig nem, és hazaérsz, majd leengednél így a pajzsot, meg így a lelked, és még az udvaron is van egy ilyen, tehát így, és hogy legyél türelmes, meg tudd azt, hogy azok az emberek egy másik pozícióból vizsgálják azt, amit csinálsz. Szerintem ez egy kihívás, ez bárki bármit mond erről, ez nehéz, és ehhez adaptálódni kell. Viszont, hát érted, van egy csomó pozitív hozománya, meg erről álmodozol, hogyha valamit csinálsz, akkor annak azért van egy masszív visszajelzés vele kapcsolatban. Ha ez nagyon hirtelen történik, és kihagysz egy csomó lépést, szerintem ez olyan, mint hirtelen fölmenni a csomolugmának a harmadik alaptáborába, hogy így geci kevés levegő van. Igen, meg de nem irigyellek egyébként összességében miatt, de a legtöbb
legtöbb ember ezt így képzeli valahogy, hogy a siker az így jön, hogy valaki csinál egy kúra jó lemezt, és azért abból azonnal megkapja a sikert, vagy így várják, de egyébként így is történik. Szerintem Amerikában is nagyon sokszor ez, hogy ha van egy ilyen éretkész produkció, vagy egy lemez, akkor azt jó esetben fel tudják kapni az emberek, de azt kezelni, hogy így kihagysz lépcsőket, azért az nagyon nehéz. Biztos. Meg az a nehéz, hogy ahova tovább, szerintem a te oldaladról tudod, hogy így, ha hirtelen ugrasz egy ekkorát, akkor utána hogyan viszonyulsz minden addigi éveidhez és a jövődhöz, inkább hogy, a saját, hogy mik a következő lépcső. Inkább az ahhoz nehéz viszonyulni, hogy hány évig ezt elfolytottam magammal. De valójában, mivel ennyi év telt el, nekem nagyon voltak egy csomó ilyen vízióm, ami így segített abban, hogy ezt egyszer elkezdjem. És azok a víziók viszont ennél, ez hülye hangzik, de valahol nagyobbak voltak. Tehát, hogy abba próbálok kapaszkodni, hogy oké, tök jó, ami van, meg megpróbálom megélni a sikereket, meg örülni mindennek, ami egyre nehezebb, hiszen ekvivalens mértékű sikerekből egyre többet kapsz, és ezért tudod, az elején, amikor csak SoundCloudon van egy számod, akkor egy darab komment is tökre értékes. Igen. Lehet az egy 16 éves gyerek valahol Pesten, érted? Igen. Amikor meg elmegy az Aqua sold out-od, és ír valaki az Aquától, hogy még 40 percnél, hogy figyelj, 54 a rekord. Akkor elkezded nézni a rekordot, és amikor nem annyi alatt megy el, akkor meg így faszom. De hogy így érted, ez egy nonsense dolog, tehát nagyon el lehet menni az egóval, meg ezekkel a dolgokkal. Igen. De hogy... Az a szerencsét, hogy egy kifejlődött amúgy a személyiséged, mielőtt ez egy történt volna, ebbe tudsz kapaszkodni. Ez egy előny az én esetemben, hogy sok idő eltelt. Hogyha ez 17 évesen, vagy nem tudom, hogy biliális, hát hogyan dolgozza nem fel tudom. Azt, hogy és ez egy nagyon fontos elmondani, és nem tudom ezt, bárha én elmondtam, nem hiszem. Ott vannak ezek a 20 éves srácok, akik a trap, meg az újvonalas hip-hop zenével Manuel filmje ezt a generáció, és így halljuk, hogy igen, van, nem akarnak szövegileg nagy megváltásokat, meg minden, és lehet, hogy igen, hatásmodás sokszor, vagy hogy sellout, mert hogy már tényleg így a brandek is ott vannak mindenben, de hogy így emberek, ezek 20 éves gyerekek azt csinálják, amit szeretnek, és hogy így ezek így konkrétan mennek tönkre. Hmm. Tehát kifejletten személyiséggel, egy olyan szintű hype, és a többi, és tudni, mindenki ilyen meglett szülők, felnőtt emberek így olyanokat írnak az interneten, érted? Hogy, hogy ezt 30 évesen se könnyű kezelni, és hogy ezek ugyanúgy, ezek kisgyerekek. 20 évesen, hogyha kaptam volna egy ilyen lehetőséget, nem tudom, hogy mit csináltam volna, vagy hogy mit mondok. Nekem volt bennem egy ilyen gát, hogy nem, ez még nem, ez túl olcsó, ez túl egyszerű, ez túl sekélyes, és nem csináltam meg. De ez én vagyok. De egyébként meg ők szeretik a zenét, fiatal gyerekek, tehetségesek, nem hiszem, hogy erre számítottak. Szerintem egy a sikernél jön egy pont, hogy úgy tudod ezt megoldani, hogy úgy tudja az ember, hogy nem, egy idő után nem veszi komolyan magát. Mármint, nem. Tehát, hogy ez egy kicsit így röhögni kell. Megérted, azon te is tudod azt... hogy ismernek, jó, ismernek, de tök mindegy. Persze, ez nem hoz egy új izgalmat, igen. Meg hogy jövünk, megyünk. Igen. Hát most még van Beethoven, meg Bohemian betyár, de lehet, hogy 5 év múlva lehet, hogy nincs. Van, és hogy oké, nekünk is volt egy kis szeletünk ebből. Igen, és annak hálásnak kell lenni, de hogy nem... Ha túl komolyan veszed magadat, vagy túl komolyan elhiszed azt, hogy rockstar vagy, igen, vagy rapstar vagy, igazából igen. Neked lesz rosszabb, mert ott akkor megcsömörlesz 40 évesen, vagy nem leszel boldog, vagy teljes életet élő. És szerintem az egyik legfontosabb, mindegy, hogy most zenész vagy, vagy közgazdász, vagy éppen, de hogy megvan-e az a balanszod az életben, meg a lelkedben, hogy boldog vagy, és hogyha ez meg tudja hozni. Ha nem vagy boldog, akkor érted, hogy tök mindegy, hogy mi történik. Csak ez a nehéz, hogy mondjuk olyan zenekarok, vagy olyan előadók, tudod, hogy mondjuk abból élnek meg, de pont a Kurt Cobain egy kurva jó példa, hogy ha a depressziódból leszel híres, az egy mekkora csapda, hogy... Valamennyire amúgy ebbe vagyok, kicsit. De melankólikus vagy inkább, és hogy van remény. Meg tudod, hogy azt hittem,
azt hittem, tudod, hogy maga ez a zenei siker, ez mindent megold. Mm. Ja, 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 ja. De ez biztos, hogy így érted, hogy mit mondod. Igen, igen, igen. Tehát így, na. Igen. Nekem az a vicces, hogy mivel 17 éves volt, amikor elkezdtük ezt a zenekart, és tényleg ahogyan öregedtünk közben, úgy jöttek a sikerek, és ez egy nagyon egészséges lépcső volt, hogy megint a legnagyobb pofám ilyen 18-20 évesen volt, és kaptam olyan pofonokat, hogy rájöttem, hogy jó, magamba szállok, nem minden, meg nem az a lényeg, hogy én ki vagyok a színpadon, hanem igazából hogyan élem a színpadon kívül az életemet, meg milyen zenét írok, meg milyen alázattal dolgozunk azért együtt, hogy zenekar, és mi mondjuk egy ilyen csináld magad zenekar vagyunk, nincsenek menedzsereink, vagy nagy ilyen PR cégek, meg ilyen agyalós emberek mögöttünk, hanem mindig mindent mi találtunk ki. Ezáltal pont ez a fajta megfelelési kényszer lekerült, mert csak magunknak próbálunk megfelelni, és így meglepődve nézem máig, hogy úgy tűnik beérett a cseresznye, és hogy azért így van egy olyan hűséges táborunk, akik velünk is valahogy öregedtek. Van olyan lány, aki ott volt, mikor 18 éves voltam a koncerten, és még most is ott van. És tőle már tényleg oda megyek, és kérdezem, hogy ő mit gondol az új lemezről, mert ő végig kísérte az egész változásunkat is, hogy ez például releváns. Ugye, hogy van ilyen. És ez olyan szó. De ez nagyon jó, hogy van ilyen csajna. Mert hogy akkor valamit csak, legalább az ő szemszögéből csak jól csinálhattunk, hogyha nem terjedt, hogy ezek most már popposok. Tudod, ez egyre megnyugtatóbbak azok a visszajelzési források, hogy itt van, hogy itt van, igen. Meg amit akartam még mondani, hogy érted, arra se készít föl senki, és tudod, a magyar társadalom olyan, hogy takarodjon a dolgozni. Ok. Kim vagy Oroszországban egy 15 ezer stadionban, és utána gyere haza, és ott valamit tapasztalsz, de ahogy abból a térből kilépsz, semmi nincs abban. Érted? Ebben. Tehát hazajössz, érted, és nincs az. A nagy amplitúd abban, hogy mi vesz körül. Tehát nyilván én elmegyek egy Tesco-ba, nem annyira basztatnak, lesz egy pár ember, aki felismer, de amikor itt vagyok a parkban, mondjuk csak bulizok, akkor meg kézről kézre adnak, mint egy rossz spanglit, érted? Igen, igen. Nekünk, vagy az én lelkemben ez a külföldi koncertezés, ez rájöttem, hogy nagyon szükséges, meg egészséges ahhoz is, hogy ne égek ki a magyar közegből, hogy mikor itt már felmész a színpadra, már attól ordít a közönség, és így énekli veled a koncertet, és aztán elmegyek Japánba, és ott van 30 ember, és mintha előről kéne tudod mindent megint kezdeni. Na, megmutatni újra, akkor most meggyőzünk mindenkit, és a felénél elindul a tas, meg elindul a tánc, vagy a legvégére vannak ilyen nehéz közönségek, akkor a sikerélményem van, és van, hogy boldogabb, meg nagyobb libabőrt tudtam magamban már elérni 50 embernek Japánban, mint 150 embernek. De brand nélkül egy autentikus tisztelés, csak a zene van, hogy működött, és ez a 30 japán palét rokkolgattad. Ez így segít visszahúzni a földre, és nem kiégni abba, hogy Magyarország. És szerintem azért nagyon pici ez az ország ahhoz, hogy ne égél ki. Hogyha a 10 éven át ugyanazokat a köröket csinálod újra és újra. Fél év át ki lehet égni. Hát ki? Attól függ, milyen gyorsan égeted, vagy mennyi vized van hozzá, vagy milyen hosszú az a kanuc. Tudom, te úgy hiszed, ha nincs minden a felesem, hogy ez a felesem, mindinek vissza felesem. Mögesz meg csere közben, egyedül felesezd. Örökkör folyosókon ragyogni és megreked. Zongora dalamára fátyolik a nyitott abla. Nagyobb a kapuajtó, de nem lett ő nyitott abba. Egyre gazdagabbak, egyre szomorúbbak. Ne nézz hát a dejét, mögötted a prima. Ezek rabjai a fényeknek a klúna. Ezek nem felelnek meg ennek a krúna. Ezek rabjai a fényeknek a klúna. Ezek nem felelnek meg ennek a krúna. Nyilván ezzel jönnek újságírók, ez érdekes, de szerintem neked is, meg nekem is fontos egyfajta ilyen extra külső nézőpont, ahonnan te jöttél, meg őszintén, hogyha egyszer lesznek gyerekeim, nem akarom, hogy Pesten nőjenek fel. Mert akkor onnan már hova tovább? Külföld, nem? Vagy hogy
én megéltem azt, hogy ott van az a város, és így tinédzser vagy, és így kinövöd. És van ez a dű, meg ez a dac, meg ez az energia benned, hogy felköltözök Budapestre, és így áh, de tudod, mi van? Ez a dac, ez ugyanígy megvan, ha itt születsz, és benned nem az, hogy fölmegyek a főváros, akkor jel. Budára nem. Ennyim kell legyen ez a város a végén. Tudod, ez vezet, hogy akkor jó, hát most még itt tudod, csicska vagyok a Rákóczi téren, de majd egyszer a téren mindenki ismer a Rákóczi téren. Köztársaság térte, tudod, és akkor így egyszer mondjuk bemegyek az összes klubba, és így, anyám, ott van az Ádi, tudod? És a csajok így, az a Schwarz Ádi, úristen, tudod? És ezen flesse ezt az így gyerekként, hogy akkor most megeszem ezt a várost. Hát szerintem majd ez a kidobó engem enged be. Ne, igen, meg egyszer az lesz, hogy művész úr, mozgássérű toalettet, és így kinyitatom el, persze. Igen. Mindenki igazából, hogyha ilyen szellemiséggel születik meg, vagy olyan gyerek, akkor nyilván tudja feszegetni a határokat, de ebben a vidékiségben szerintem van valami extra báj, hogy így pont a kiégés egyébként, akár amiről beszélsz, hogy mik azok a viszonyítási pontok, hogy ahhoz képest, hogy mi hol kezdtük Miskolcról, ahhoz képest már annak is örülök, hogy persze, csak közben ez valahogy ilyen kurva egy komplexus, ami bennem emlékszem még, amikor csak műsort vezettem rendezvényeken, így dolgozott, hogy így golyatábor, ott van 800 ember, és 23 évesen így vezénylek 800 részeg embert, mint egy ilyen szektát, érted, tök ostoba segít. Mi mentén, almentén be vagyunk baszva, tehát ez az összekapocs. És hogy így vezényled, és akkor, na hú, Rákóczi térről. Erre a színpadra, tudod? Érted, így eteted az egódat ezzel, de teszem, ez nagyon erős komplexust képez a szegénység, és nem egészséges így megérni sikereket. Nekem ez egy csomó idő volt, és főleg még nem zenéltem, amikor ezen átmentem, mert rendezvényeken műsor vezettem, és nem akarok örökké... Szegény gyerek voltál, vagy? Én azt gondolom, hogy nagyon mai fejjel visz így fölfogva, igen, borzasztó szegény voltam, de nem is voltak igényeim, érted? Nem éltem meg úgy, hogy ez nagy szegénység, mert nem voltak igényeim. Nem találkoztam emberekkel, akik nem ebben vannak, addig, amíg iskolában nem mentem. Azután erősödött bennem az, hogy most ez, hogy mi van. Nyilván sokkal kisebb szociális távolságok voltak ezeken a helyeken, ebben biztos, hogy Miskolcon is. Tehát megszólítják az emberek helyeken, meg mondjuk nem tudom, hogy milyen lakótömbbe laktál, vagy hogy ott azért úgy ki, ott vannak kommunikáció, meg gyerekek, pláne, mert mit tudom én. Kisebb szociális távolságok vannak, és valahogy így életre nevel ez a hely, de egyébként nyilván meg is kegyetlenít, és egy kicsit egy túlélő üzemmódba kapcsol be örökre, és egy idő után szerintem kurva terhes ez a túlélő üzemmód, mert már nincs rá szükségem, nem ott lakom. Meg nem abban a korban lakom ott. Sose baj azért, ha van benned egy kis... Persze, értem, csak azért, hogy ez kicsit olyan, mint hogy a japán... Görcsösségével. Nem azt, hanem, hogy a japán csávónak így nem szólnak, aki 40 éve így az erdőbe rejtőzködik, hogy faszid, de vége van a háborúnak. Ja. Érted? Tehát ez a szindróma, hogy 20, mit tudom én, 30 éve az erdőben vagyok, és valaki így szólhat, hogy vége van már, mert azért tabletről lehet a Mekivel rendelni, faszi, gyere is. Ja, és van Oszakában, Meki, gyere. Érted? Majd. Ezen gondolkodtam sokat, azért tudom, milyen jól megfogalmazottam. Hát nálunk egyébként is így fontos, hogy így karitatív dolgokat csinálunk, kb. Minden hónapban, két hónapban, még nem jött a korona, valami civil szervezetnek csináltunk egy ilyen ingyenes adománygyűjtő koncertet, és akkor így mi kiértük, ráadásul az Budapesten, hogy 100 fős bulik. És akkor megint ez a kis klub hangulat, meg kis punk hangulat, és közben meg így jó ügyért is ment valami bulika. Ez az NFT-s dolog, ez meg az, hogy hát ez most egy ilyen trend téma, a hegedűsünk kakasú abszolút ebbe közben bele is ment már az elmúlt években, és csináltunk ilyen NFT-ket kis kakassal, meg a dalszövegeket az új lemezről hozzátársítottuk, így felbontottuk így sorokra, és meg lehet venni, még mindig maradt azért pár, de a nagyja már elfogyott, és ennek a
ennek az összegét egy Miskolci tehetben egy befolyt a kriptó, és azt átváltottátok forintba? Forintért fizetik, tehát már abból nem is kriptót fogadtunk el, mert bonyolult volt ezt így azt hiszem megoldani, szóval azt hiszem ilyen PayPal-os utalásonál, de így most így fizikai formátumban is így kinyomtatjuk embereknek, hogy azért így érezzék, hogy kim van a falon. A befolyt bevételt azt meg egy Miskolci tehetség kutató, zenei tehetségkutató lesz májusban. Nem, ez a Miskolcon van ez a klub a hely nekem, nem tudom, játszottál-e? Voltam, a hajajt volt. És ott lesz ez a tehetségkutató, és mi ezt így díjazásként igazából felajánlottuk ezt az összeget, ami ebből befolyt, hogy hát a Borsodból kijön egy új egy új halott pénz. Egy új halott pénz, egy új betonhofi. Úgyis ott elég a beton, ott avas hofi. Én szerintem nálam az fontos látni, hogyha megnézi valaki, kikkel fitelek, soha nem nagyon erős közönséggel bíró arcok, talán a Krúbia kivétel, vagy ha őt így leszámítjuk, akkor a többiek kb. Azért ugye ez egy szint a maximum, és egy csomó olyan fitet vállaltam, ami kisebb underground hip-hop előadókkal van, és amúgy meg egy csomót lemondtam, ami nagyobb hip-hop előadókkal van, és én így gondolom, hogy az én erőforrásommal, amelyre telik, támogatom azokat, akik szerintem viszik valamerre előre a magyar hip-hopot, akár azért, mert mondjuk nagyon nem olyanok, mint ami eddig volt. Másrészt még nem akarom nagyon erős asszociációhoz társítani a saját dolgaimat, amit csinálok. Mert nagyon sokat ültem rajta, és azt szeretném, hogy olyan ízű legyen, amit én csinálok. De az SM-et kihagytam például ebből. Azokra meg azt mondani, hogy 16 évesen hallgattam SM-et, most 16 éves gyereket ideállítanám magam mellé, aki én vagyok, és szóval állik a SM-fit, akkor így ide bújnom, és ide súgnom, létszik, csináljuk meg. Na, hát ezzel megcsináltuk, de így ennyi. De hát a tudatos az, hogy kikkel fitelek. Meg érthető is, hogy ő fitelt jóval többet, mint mi. Mert hogy a stílusodnak a... A hip-hop, az a stílusának, az egy... Ez ott a más kultúrában a fitnek. Teljesen, tehát ez így valahol... Meg szóló előadóként is más a... Tehát ugye én sokkal mobilisabb vagyok. Igen, egy két zenekart összehozni azért az így nagyon nagy munka. Most egyébként pont ezen vagyunk, mert most már összegyűlt ennyi ilyen barát, hogy zenekar, küldtök egy demót? Hogy most így reméljük, hogy felkapaszkodhatunk a sikereden. Hát nem tudom, eddig tart még, de hát, van még a hátom egy. Hát, azért gyorsan küldök egy demót, mindjárt vége. De és hogy mi most pont ezen gondolkozok, meg írogatok ilyen dalokat, hogy van 4-5 zenekar, akikkel már tényleg szeretnénk fíteni, ez az orosz zenekar is, egy német is, meg pár magyar, és így azt keresem, hogy hogyan lehet. El lehet mondani, hogy melyik magyar zenekarok? Most a Platon karatervel íródik az első, ami szintén izgalmas, mert amúgy eléggé más világból jövünk, de ugye az a nehéz, hogy mondjuk van, minden zenekarok van legalább egy-egy énekese, meg még 3 zenésze, plusz különböző stílusa. És most ugye ugyanabban van 2 dobos. Igen, de jó, ott meg a másik az bongózik. Tudod, majd feldobnak egy érmét. De akkor azt lehet tudni, aki bongózik, az a Csicska Brigádban. Nem, azért kőpapírólóval töltik, hogy ilyen PC legyen. De akkor azt viszont publikáljátok. Azt viszont azt a versenyt, azt így kirakjuk, hogy ki nyerte. És így ez a nehéz, akár most egy orosz vagy egy német zenekarral is, hogy milyen nyelven, hogy ne legyen az, hogy mi duettezzük 2 férfi. Hogy lehet azt megoldani, hogy 2 stílus így vitatkozzon, és így nyögdösnek egymásra, alávokálozunk. És egyébként most ez az új kihívásom éppen, ami szerintem egy kis EP-ig fog terjedni, ami még így belátható, hogy ezt még így tudom teljesíteni így szellemileg, hogy viszonylag más dalok lehessenek, de közben valahogy koherensé, de minden, a saját zenénk is erről szól, hogy ezt a sokfélét valahogy megpróbálni koherens aranymetszésbe rakni. Itt most ez az a szorzója a bonyolultságnak még nagyobb, de izgi, hát megpróbálunk mindenki sikerén ugye felkapaszkodni. Szerintem egy feedben mindig van egy plusz izgalom, és ez ott a zenéhez akkor egyszerűen az egy izgalom. Meg ez felüdít, hogy párszor voltam, amikor más zenekarral írtunk zenét, vagy más zenekarral
ilyen közreműködtem, és tudod, mikor kizökkensz a saját zenei világodból, az amúgy olyan motivál, hogy nem, volt olyan, hogy így, én már nem tudok már szöveget írni, nem tudom, már meg vagyok rá kedve, és hirtelen egy másik közegbe kerültem, és akkor valaki bedobott valamit, és azonnal lecsaptam nagyon szépen a rímet, és így, valami visszatér, csak hogy bele tudsz ragadni a saját kis világodba, és akkor néha tök jó, hogy megint mind mások, mint egy zenekar, vagy egy másik rapper, vagy egy másik producer, vagy egy tök másik zenei világ, a zenei alap, hogy így kizökkent, és hirtelen megint megered a nyelved. Úgyhogy ez motiváló tud lenni, most szerintem ez lesz nekünk is egy a következő kihívás, ezek a közreműködések. Hát meglátjuk, hogy a gyerek az belefér-e. Én a hip-hopban azt mondom, hogy van egy nulladik szabály, nem az én kívánom, de szerintem ez így van a hip-hopon, de, és ezt én így mondanám valakinek, hogyha találkoznak egy kocsmában, hogy tesó, feedbe sose repeljenek le. Tudod, ez a fontos, bárkivel feedelsz, mindig te legyél a baszóverze, kocsokon, de nem, legyél konstruktív. Igen, hát szerencsére így énekelgetünk, ez egy ilyen kedves műfaj. És a saját trackedben ne reppeljenek. Ha valaki jobban reppelnál, az a nem kitek. De hát ez a verseny, ugye meg amit mondtál, ez a bizonyítási vágy, ez abszolút ott van a rappereknél, meg így vicces, hogy én nem hallgatok sok rappet, nem tudom, a tiniként hallgattam, aztán valahogy így eltértem ettől, de ma például így a vonaton Miskolcról hazafelé abszolút végighallgattalak kétszer is, és az egyik, amire rájöttem, vagy észrevettem, hogy mennyi figyelmet igényel amúgy ez a nagyon sok szöveg, hogy egy kicsit néha lefáraszt. És sokkal jobb hallgatni néha egy könnyű, egy instrumentális, van rajta egy vokál, ami sejmes, és sokkal jobban utazóval megnézel. Igen. Tehát azt mondom, a hip-hop fogyasztása a szituációkat igényel, hogy nyilván most beszélgettünk, úgy volt te, hogy felkészül, hogy kb. Képbe kerülj, tök más. Tehát nem egy élvezeti szituáció. Meg viszont lehet, hogy azért sokat hallgatós, mert először csak ráülsz egy flóra, és így elkapsz egy-egy sort. Most pont, mit kaptam már tőled, ami szép, az főleg a rapben vannak olyan dolgok, hogy nem jutott ez még eszembe, vagy hogy nem hallottam még, és a mindjárt eszembe jött, szavakat adtál, én szót fogadtam. És úgy, hát persze, hát ezt még nem írta meg senki, és így nem írta meg senki, és ezek az ilyen apró ráismerések olyan jók mindig, hogy mekkora ötlet, ezek olyan szépek, mikor találsz ilyen kis szójátékokat, meg kis virgonckodásokat. Viszont nagyon erős program a szöveg. Tehát, hogyha a szövegekkel találsz be, az tud az is külön egy ilyen másfajta dalomtapadást okozni. Hát ami a hátránya a hip-hopnak, hogy figyelni kell, az előnye is sokszor. Azért tudnak nagyon erős kapcsolatot kialakítani. Meg újdonságot tud, lehet 10., 20. hallgatásra is. Meg azért van az érzet, hogy kb. A hip-hop a vezető műfaj most mondjuk Nyugat-Európában, meg Amerikában, mert a sorokkal mész így nagyon erős. Igen. De közben meg ugye a két különbségi zenei stílusban, hogy én meg nagyon sok, legtöbbször a zene van meg előbb, és így, és mondjuk nagyon sokszor én úgy csinálom, hogy így ráhalandzsázok egy ritmikát, egy dallamot, de én kötve vagyok, hogy verze, prekórus, refrén, hangulat, mondani való, dallam, és hogy tudod, hogy minden kijöjjön, ami egy ilyen táptalaj, de hogy repnél a dallamot, azt a ritmikában keresed inkább, tehát a te csapdád. De én például nem szoktam fölhalandzsázni semmit, hanem már menet közben megpróbálom van a fejemben, de azt mondjuk nem veszem föl, hanem arra próbálok egy kulcs, mindig próbálok egy kulcssorral kezdeni. Mert a kulcssor megvan, és tudod, hogy ez az, mondom most, mit tudom, tegnap éjjel felírtam egy-két mondatot, nem tudom, hogy valaha megjelenik-e. Minden, hogy a barátaim problémásak, miért lettem volna pont én másabb. Mondjuk csak nem egy ilyen nagyon nagy megfejtés, de ez egy kulcsor, mert a problémásabb, pont én másabban mindig hamar eszedbe fog jutni. Tehát ez a kulcsor, megvan a dallamvezetése, mondjuk azon az adott loopon, és tudod, hogy ez megy a loop, ha társul a dallamhoz, ez a kulcsor, akkor ez így el fogja kapni az embert, és többit ezt kibontod, és egy csomó gondot így átütsz. Érted? Olyan, mintha vennél egy ajándékot valakinek, egy shopba, és azt mondja, hogy jó, még így bedobok egy pár ajánlói dolgot, itt egy kitűző, itt egy izé, egy csomó dolgot, mi beledobsz, de a lényeg az a kulcsor. Ja.
Igen, de nálad is az van a zenét, meg úgy tud izgalmas lenni így a, ez a műfaj is, hogy, hogy megyek így, érted, hogy hirtelen egy másik effektel, egy másik kis bevágás, egy részlet egy dalból, hogy így vált izgalmassá, vagy ez már, ha jól érzem, az inkább egy kicsit újabb hullám, vagy így én a, amikor még én a D12, Dr. Dre, meg Eminem vonalban voltam, még nem volt ennyi kis bevagdosás, ezt úgy hívják, hogy feature? Nem, ez switch, vagy flow switch, aha. De mondjuk, hogy ez teljesen magyaros legyen, ezek ilyen hát dinamikabéli változások, meg téma beemelések mondjuk abban, hogy milyen a prozódia, milyen a ritmika, és milyen dallam az, ami megette van. Igen, mert ezek azok, amik mindig kizökkentenek, hogy odafigyelj. És olyan, hogy két elmondat, szerintem 2021-ben hangzott el, de 2022-ben két flow-s MC az nem MC. Tehát nem lehet egy számot lehozni egy vagy két flow-val. Mert már nem ott tartunk. Egyet értek, túlságosan inger. Igen. Hát nézd, anyám nézi az ilyen nap a Budapest és Candy Crush-ozik közben. Ez az emlék. Hát, ha már az anyák, akkor a fiatal generációknak mennyi inger van szüksége, meg tényleg egy perces kontakt, egy perces infók.